akkor én nagyon kíváncsi vagyok arra, ugye az érték alaptól kezdtem, hogy melyek azok az értékek, vagy milyen értékalapú közösségben gondolkodik Magyar Péter, azon túl, hogy e pillanatban ezt a mozgalmat, amelyet korán sem becsülnék le, az hozza össze leginkább, és ezt valószínűleg holnap is látjuk, hogy Orbán Viktor takarodj. De hát ilyet, mert ugye mondtak többen is, meg megkíséreltek többen is az elmúlt időszakban, és majd sikerrel is járnak nem sokára. De hogy ezen kívül, hogyha azt szeretném tudni, hogy mi Magyar Péter politikája, március 15-én hallottunk egy 12 pontot, de hát azt bármelyik gyakorlatilag ellenzéki pártok a programjába be tudnak. Legyen jó egészségügy, valóban tényleg, hát legyen jó oktatás, egyetértek. Ne legyen, nem tudom én, Kelet-Magyarországon szegregáció, szegénység, stb. Egyetértek, de hát ezért is küzdöttek az ellenzéki pártok. Tehát, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mi sül ki majd ki ebből, és az elkövetkezendő két hónapot én aztán különösen figyelemmel kísérem majd e tekintetben, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a nap végén az értékalapú politika, amelynek nyomán Magyar Péter választásba és egyébre hívja majd az övét, és hogy erre miként rezonál majd részint a hatalom, részint az ellenzéki konfederáció.